Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szeptember 1-én becsöngetnek, egész tanévben jelenléti oktatásra készülnek az iskolák. Teher lett a vállalat működtetése, átadja a víziközmű vagyonát Szekszárd az államnak. 100 éves asszonyt köszöntöttek a Tolnai megyeszékhelyen, és Isgun Mária szinte bármit megvar még most is. Idén is megrendezik Kalocsán a Paprika Fesztivált, gazdag kulturális és gasztronómiai kínálat várja az ide látogatókat. Szeptember első napján az egész országban megkezdődik az iskolai tanév. Az intézmények legtöbbjében nyáron apróbb karbantartási munkákat végeztek el a szakemberek, és gondoskodtak a tisztasági festésről is. Tolna megyében arra készülnek, nem kell majd átállni online oktatásra. Szeptember 1-én csütörtökön az ország valamennyi általános és középiskolájában becsöngetnek. Elkezdődik a 2022-23-as tanév. A szekszárdi tankerület 26 intézményében 8600 diák ül be a padokba, közülük 860-an elsősként. Nyáron felkészültünk a tanévkezdésre, elvégeztük a szükséges nyári karbantartási munkákat, tisztasági festéseket, úgyhogy már csak a diákok hiányoznak az iskolákból, akik holnap meg fognak jelenni. A tanév 2023. június 15-éig tart majd. Az utolsó évfolyamosoknál, vagyis az érettségire készülőknél május 4-én ér véget, a két évfolyamos szakiskolákban pedig május 31-én. Az őszi szünetre idén október 29-e és november 6-a között kerül sor. A téli vakáció december 22-én kezdődik, és 2023. január 2-án ér véget. Míg tavasszal a következő évben április 6-a és 11-e között pihenhetnek a diákok. A gyerekek egyelőre jelenléti oktatás szerint tanulnak majd. A magas rezsijárak miatt viszont nem kizárt, hogy később egyes intézményekben távoktatást vezetnek be. Erről Maruzsa Zoltán, közoktatásért felelős államtitkár beszélt néhány napja. Azt is mondta, hogy a megnövekedett rezsidíjakat az állam átvállalja az intézményektől. A szekszárdi tankerülethez tartozó több mint 40 helyszínen is úgy terveznek, hogy egész évben az iskola falai között tanulnak majd a diákok. Nem készülünk, a kormány célja is az, hogy zavartalanul, hagyományos tanrendben működjön az oktatás, mi is erre készülünk. Idén a tavalyihoz képest valamivel csökkent az iskolások száma idehaza. Szeptemberben és októberben a Gazprom a hosszú távú szerződésben rögzített mennyiségen felül naponta maximum 5,8 millió köbméterrel több földgáz szállít Magyarországra, Szerbián keresztül, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Facebook oldalán. Szijjártó Péter közölte, augusztusban a hosszú távú szerződésen felüli plusz gázszállítás maximális mértéke 2,6 millió köbméter volt, ezt emelik szeptember 1-től napi maximum 5,8 millió köbméterre. Magyarország az erről szóló szerződést aláírta az orosz gázipari vállalattal. Akkor Magyarország kormányának a célja a maximális energia ellátási biztonságnak az elérése, hogy biztosítsuk, hogy se a következő télen, se semmikor Magyarországon emberek ne kerüljenek olyan méltatlan helyzetbe, hogy adott esetben ne tudjanak fűteni, ne tudjanak meleg vizet használni, vagy éppen főzni. És emellett gondoskodnunk kell arról is, hogy legyen annyi földgáz az országban, hogy a magyar gazdaság működőképes tudjon maradni, a földgáz hiánya ne okozzon gazdasági nehézségeket, adott esetben munkahelyek megszűnését vagy elvesztését. Saját traktora borult rá, így halt meg kedden egy 61 éves nagyvejkei férfi. A település főutcáján utánfutóval közlekedve a kora délutáni órákban eddig ismeretlen körülmények között a sofőr letért az útról, először az útpatkára, majd az árokba hajtott, ahol a pótkocsi felborult, közben egy tűzcsapnak és az ott lévő ház kerítésének is nekiütközött. Az esés során a járművezető kiesett a fülkéből és ráborult a traktor. Olyan súlyosan megsérült, hogy a gyors orvosi segítség ellenére a helyszínen életét vesztette.
Szekszárd is csatlakozik ahhoz az integrációs folyamathoz, melynek során a Tolnai megyeszékhely víziközmű vagyonát átveszi az állam. Erre azért van szükség, mert a hálózatot működtető Erőv ZRT az elmúlt hónapokban tetemes tartozást halmozott fel az energiaárak emelkedése miatt. Ugyanígy tesz a vállalatban tulajdonrésszel rendelkező valamennyi önkormányzat. Múlt héten döntött arról a szekszárdi közgyűlés, hogy a Tolnai megyeszékhely víziközmű vagyonát ingyen átadják az államnak, ami ezentúl így az önkormányzat helyett fizeti a hálózat működtetéséhez szükséges megemelkedett rezsiszámlákat. A rendszert több mint 50 településen üzemeltető Erőv ZRT az elmúlt hónapokban jelentős számlahátralékot halmozott fel, több pénz viszont a jogszabályi tiltás miatt nem kérhetett az ügyfeleitől. Az önkormányzatoknak arról kellett dönteni, hogy részt kívánne venni ebben az állami integrációban, vagy pedig, hogyha nem, akkor nyilvánvalóan finanszíroznia kellene a cégnek a veszteségét. És most már minden önkormányzat szinte meghozta a döntést, és mindenki támogatta, hogy vegye részt a cég az integrációban. A tranzakció után az önkormányzatok eddigi tulajdon részei az államra szállnak. A tervek szerint viszont az új vezetőség minden alkalmazottat megtart, sőt a cél, hogy a már felhalmozott tartozást is a központi költségvetésből egyenlítsék majd ki. És így viseli a cégnek a tartozásait. Az, hogy ez pontosan hogyan fog megtörténni és milyen részletszabályokat fog tartalmazni ez a megállapodás, ezt még nem ismert, hiszen még csak a szándéknyilatkozatról döntött a közgyűlés, elkezdődnek a tárgyalások, az ügyvezető asszony fogja ezeket a tárgyalásokat vinni, és majd, hogyha eljutok a szintre, akkor nyilvánvalóan majd ismét visszajön a közgyűlés elé. A víziközműrendszer államosítása még idén befejeződhet. Tolna város önkormányzata is úgy döntött, visszaadja víziközműveket és ezzel a szolgáltatási kötelezettséget a magyar államnak. Az előzetes számítások azt mutatták, a jelentős mértékű áremelkedést a városi költségvetésből nem tudják fedezni. Appelszoffer Ágnes, a település polgármestere azt mondta, a közműveket évekkel ezelőtt térítésmentesen kapták az államtól, így igazán veszteség nem érte a várost. Itt nem egy csillivili rendszerről beszélünk. Igaz, hogy a legrégebbi felújítás az a szennyvíztelep felújítása, ami nagyon sokba került, de ezt is önerő nélkül pályázati forrásból történt. Illetve minden olyan beruházás, ami történt a városban, ez mind-mind pályázatból tudott megvalósulni. Digitális szolgáltató közigazgatást építünk, jelentette ki a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára szerdán. György István a kormányhivatal irányításának hatékonyabb áttételét biztosító háttér kialakítása elnevezésű projekt záró rendezvényén arról beszélt, hogy a 8,15 milliárd forintos beruházás végrehajtása során a kormányhivatali rendszerek jobbítása volt a cél. Úgy vélte, a fejlesztések újabb lépést jelentenek afelé, hogy hazánk Közép-Európa legélhetőbb országa lehessen. Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy a 2013-2020 közötti uniós ciklusban a közigazgatás működőképesebb tétele volt elsődleges, a jövőben azonban a legfejlettebb technológiák alkalmazásával 21. századi hiteles és szakértő közigazgatást hoznak majd létre. 100 éves lett a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat ezüstfenyő időskorúak otthonának legidősebb lakója. Őt ünnepelték az intézményben. Isgun Mária jó egészségnek örvend és szinte bármit megvar. A miniszterelnök szavait és a város jó kívánságait Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere tolmácsolta az eseményen. Egy hatalmas tortával köszöntötték fel a dolgozók a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat ezüstfenyő időskorúak otthonának legidősebb tagját. Isgun Mária 100. születésnapját ünnepelte. Az idős asszony 9 éve költözött a szekszárdi otthonba Tolnamörzsről. A textilgyárban dolgozott, és a mai napig szemüveg nélkül fűzi be a cérnát a tűbe. Ha valakinek el van szakadva a ruhája, megvarom. Németh Julianna, az intézmény vezetője elmondta, az asszony jó egészségnek örvend, és a magyaron kívül németül is beszél még egy kicsit. Nagyon csendes, nagyon kis aranyos néri, és nagyon szorgalmas, nagyon szépen rendbe tartja a környezetét, nagyon szeretjük őt, és
rengeteget segített az első pár évben, a nővéreknek tényleg nagyon sokat volt. A szépkorú asszonyt a város nevében Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere köszöntötte fel. Mi is átadtuk az önkormányzatnak a jó kívánságait, és ebből az alkalomból Orbán Viktor miniszterelnök úr is egy emlékplakettet adományoz a kerek évfordulós születésnaposoknak, és hát természetesen a hozzájáró anyagi elismeréssel együtt, és hát természetesen továbbiakra is nagyon jó egészséget kívántunk a néninek. A miniszterelnöki köszöntő mellé nem csak egy emlékplakett, hanem 100 000 forint is járt Izgun Máriának, amit valószínűleg cérnákra, tűre és anyagokra költ majd az otthon legidősebb lakója. A napokban várható a parlagfű pollen szezon tetőzése, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Országosan nagyon magas a pollen terhelés, helyenként akár extrém magas is lehet a parlagfű virágporának koncentrációja, írták. Hozzátéve, a héten a megerősödő szél tovább fokozhatja a pollen terhelést, melyen az átmeneti záporok sem enyhítenek számottevően. Augusztus utolsó napjaiban a parlagfű pollen koncentrációja országosan elérte a nagyon magas szintet. Felhívták a figyelmet arra, hogy az elkövetkező 2 hétben továbbra is erős tünetekre számíthatnak a parlagfű pollenre érzékenyek. Szeptember 5-éig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek, közölte az oktatási hivatal. Az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, melyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 14-től november 25-éig tart. Az írásbeli vizsgákat október 14-e és 27-e között tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák november 10-e és 14-e, a középszintű szóbeli vizsgák november 21-e és 25-e között lesznek. Szeptember 9-e és 11-e között rendezik meg Kalocsán a 31. Csíplek Kalocsa elnevezésű kulturális és gasztronómiai fesztivált. A szervezők idén is gazdag programkínálattal várják a látogatókat, ahol hagyományőrző egyesületek fellépésein túl sztárfellépők koncertjei is szórakoztatják majd a közönséget. A szokásokhoz híven főzőversenyre is benevezhetnek a vállalkozó kedvűek. Egy kikötés van csak, paprikás ételnek kell készülnie a bográcsokban. Sajtótájékoztató keretein belül ismertették az idei Csíplek Kalocsa Fesztivál programkínálatát. A szeptember 9-től 11-ig tartó 3 napos rendezvényen számos kulturális és gasztronómiai programmal találkozhatnak az érdeklődők. Zsikó Zoltán, a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, örömmel vágtak bele a feladatba, hogy megrendezzék a térség egyik legnépszerűbb eseményét. És ez az első olyan év, amikor különböző korlátozásoktól mentesen tudjuk ezt megtenni, és alapvetően nem nehezített pályán, mint amit a Covid sajnos ránk rótt. Nagyon-nagyon színes programokkal készülünk, és rengeteg program lesz ezen a 3 napon látható és hallható. A 3 napos rendezvényen Kalocsa 2 hungarikumát, a fűszerpaprikát és a népviseletet, illetve az ezekhez kapcsolódó kultúrát is igyekeztek kidomborítani a szervezők. Hagyományőrző egyesületek, népdalkörök előadásai színesíti majd a kínálatot, de a szokásokhoz híven megrendezik a főzőversenyt is. Szombati napon reggel 8 órakor indul majd a főzőverseny. Baráti társaságoknak, civil szervezeteknek, egyesületeknek hirdettük meg ezt a főzőversenyt. Tulajdonképpen az egyetlen kritérium ezen a főzőversenyen az, hogy nagyon jó minőségű helyi paprikával kell az ételt elkészíteni. Ezeken kívül kézműves vásár, gasztrokert és vidámpark is várja a kilátogatókat, illetve péntek és szombat este is 2 neves hazai sztárfellépő gondoskodik majd a jó hangulatról az érsekkertben elhelyezett színpadon. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Kihívást jelent a nehéz iskolatáska, a szakember szerint figyelni kell a gyerekek terhelésére. Segítő jelenlét,
Hátrányos helyzetben élő családoknak szerveztek nyárbúcsúztatót Kaposváron. 3 évig tartották fogva, kifosztották az idős nőt, vádat emeltek a siklósi bűnözők ellen. Izomfájdalom, fejfájás, merevség a háti és nyaki szakaszon, ilyen problémákat okozhat a túl nehéz iskolatáska. A 6 éves gyerekek izomzata még a fejlődés elején jár, ezért nem mindegy, milyen nehéz súlyt és hogyan cipelnek a hátukon, mondja a szakorvos. A súlyosabb problémák elkerüléséhez a panaszokkal szakrendelésre kell vinni a fiatalokat. Figyelni kell arra, hogy a megfelelő iskolatáskát válasszák ki a szülők, ami kíméli a gyerek izomzatát és nem okoz rossz tartást. Egy 6 éves kisgyerek izomzatilag még nagyon az élete elején van, és egy nehéz iskolatáska komoly kihívást jelent neki, mondja a gerinc specialista orvos. Ezért nem mindegy, mekkora súlyt és miben kell cipelnie. A gyerekek testsúlyának maximum 10-15%-át jelentheti az iskolatáskának a súlya, mert hogy a gyerekek ugye úgy reagálnak a nehéz teherre, hogy ugye az iskola hátra-hátra, az iskolatáska hátra húzza, ezért ugye előrefele próbál hajolni. És innen is lehet felismerni egyébként, amikor túlsúlyos az iskolatáska, hogy amikor a gyerek vagy a hátából hajol előre, vagy pedig teljesen medencéből hajol előre, akkor azt jelenti, hogy ez a táska, ez túl sok neki. A helyzetet rontja, ha aszimmetrikus terhelést kap, ami oldalra húzza el a gyereket. Ez a kényszertartás, amit ilyenkor felvesz, hosszú távon izomfájdalomhoz, a nyaki és a háti gerinc merevségéhez, fejfájáshoz vezet. Ha ilyesmiről panaszkodik, hogy fáj a hátam, fáj a nyakam, fáj a fejem, akkor erre mindig gondolni kell, mert hogy ezt az elején ezt nagyon egyszerűen meg lehet előzni, tehát hogy gyógytornásszal, akár egyeztetve a nyakizomzatnak a nyújtásával, a hátizomzatnak, mellkasizomzatnak a nyújtó gyakorlataival, illetve has meg hátizom erősítő gyakorlatokkal ezeket a panaszokat rögtön az elejétől kezel, tehát rögtön az elejétől foglalkozva vele, ezeket abszolút meg lehet előzni. Sokan keresik fel az ortopédiai rendelést, hogy gerincferdülést okozott az iskolatáska a gyereküknek, de ez tévhit, mondja a szakorvos. A gerincfejlődést ez biztos, hogy nem. Viszont a későbbiekben akár hanyagtartást is például tud okozni a nehéz iskolatáska, hiszen hogyha a gyerek ugye állandóan előre hajolva megy, akkor azt jelenti, hogy hasizomból, belkasizomból, tehát abból dolgozik többet, a hátizmai emiatt nem fejlődnek annyira, és későbbiekben ugye iskolatáska hiányában a gyenge hátizmok, ez a típusosan hanyagtartásos problémákat azokat tudnak okozni. Viszont 9-10 éves korban szoktak a gerinc deformitások megjelenni, amit a hanyagtartástól nehezebb felismerni. Ezért kell szakrendelésre vinni az ilyen gyerekeket, hiszen a korán felismert deformitás könnyebben gyógyítható, mondja a gerinc specialista. Széles pántú háti táska, ami maximum a csípő vonaláig lóg le, a hát és a táska között 2 ujjnyi rés a megengedett. Jó, ha van merevítés az iskolatáskában. Ez a megfelelő a gyerekeknek, a szakember szerint. 4 esztendeje segíti a hátrányos helyzetben élő családokat a kaposvári Csillag utcai Jelenlétház. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat működtetésében lévő intézményben a mindennapi fejlesztésre és az együttműködésre is lehetőség nyílik. Most a környéken élőknek szerveztek nyárbúcsúztatót. Az autentikus roma táncokat bemutató sásdi hagyományőrző tánccsoport 2 táncosa nyitotta meg a hétfői nyárbúcsúztatót. A rendezvényre sokan érkeztek a környékről, olyanok, akik évek óta visszajárnak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület jelenlétházába. Azért jó ide járni, mert szoktunk programokat csinálni, meg szoktunk karköktőket, és harmadikas vagyok. És meg az, mert hát az ezelőtti csütörtökön mondtunk ugye verset, és az nagyon tetszett. A Csillag utcai intézményben a gyermekek fejlesztésén túl a felnőttek aktuális problémáival is foglalkoznak. Itt lehet ilyen önkormányzati papírtöltéseket kérni, hogyha nem értjük, hogy kell, akkor mivel szoktak? Hát szoktak segíteni butorszállításba, hogyha az ember nem tud fuvarost szerezni, vagy valami,
Szóval úgy nagyjából, ami olyan alap dolog, abban tudnak a lányok segíteni. A nyárbúcsúztató a társadalmi együttműködés program részeként valósult meg. Ezt a projektet Idestovó most már több mint második éve valósítjuk meg. A város önkormányzata, a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Humán Szolgáltatási Központ és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat konzorciumi együttműködésében és fejlesztési központként mi a menedzsment munkát végezzük. Szervező és irányító koordináló szerepünk van. A mai napon egy a Máltai Szeretetszolgálat által szervezett nyárzáró programon vagyunk, igazából itt a jelenlétházban, amely most már több mint 4 éve szolgálja a helyi közösségnek a társadalmi együttműködését segítő munkát. A programon belül körülbelül 150 fővel foglalkoznak egyéni fejlesztési tervvel, és nem csak az egyént, hanem annak egész családját támogatják. A 3 éves programra 230 millió forintot fordítanak. Többek között aljas célból jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett személyi szabadság megsértése és más bűncselekmények miatt emelt vádat 3 személlyel szemben a Siklósi járási ügyészség. A vádlottak idős, koruknál fogva kiszolgáltatott embereket kerestek, akiket fogva tarthattak, kiforgathattak vagyonukból, rendszeres pénzátutalásaikat megszerezhették. Ezért korábban már ültek börtönben, de újrakezdték a bűncselekményeket szabadulásuk után. Rendőrség! Rendőrség! Törvény nevében nyissa ki! Ez az elfogásról készült felvétel a Baranya megyei rendőrfőkapitányságtól, ami tavaly júniusban készült Siklóson. 3 személyt vettek őrizetbe, akik fogva tartottak egy idős nőt évekig. Az ügyészség most emelt vádat ellenük. Egy házaspár és egy ismerősük a vádlottak, akik közül a férj különböző társkereső oldalakon keresett idős személyeket, akik később áldozataik lehetnek. Így ismerkedtek meg az akkor 77 éves idős hölgyel, majd ezt követően üzenetváltás alakult ki a hirdetés feladó vádlott, illetőleg a hölgy között. Ennek során őt Pécsre csalták. Mikor megérkezett Pécsre, ezt követően a 3 vádlott az idős hölgyet Siklósra vitte, majd itt mindenfajta eszközét, okmányát, telekommunikációs eszközeit elvették, és tulajdonképpen fogva tartották a lakásban. Csak a vádlottak felügyelete alatt mehetett ki a házból. A bankkártyáját elvették, erről mintegy 3 millió forintot vettek le. Áruhitelt is vetettek fel az idős áldozattal, 1 millió forint értékben vettek ebből eszközöket maguknak. Az áldozat lakását is eladták, aminek vételárát szintén magukra költötték. De máshogy is kihasználták az idős nőt. A vádlottak egyike szexuálisan is közeledett a sértett felé. Az elkövetőknek a cselekménye több rendbeli bűncselekménynek a megállapítására alkalmas. Itt többek között a személy szabadság megsértésének minősített esetét, személyremsértés, csalást, szexuális erőszakot is elkövettek. Ezek közül a legsúlyosabbnak a büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés, azonban a halmazatra tekintettel akár 12 év szabadságvesztés is kiszabható. Az 50-es éveikben járó házaspár és a 60 éves segítőjük jelenleg előzetes letartóztatásban vannak. Az áldozat fogvatartása alatt többször próbált elmenekülni, de a vádlottak mindig megtalálták és visszavitték. Úgy tudjuk, hogy végül sikerült segélykérő leveleket feladnia a rendőrségnek, rokonainak. Így 3 év után 80 évesen kiszabadították fogságából a baranyai rendőrök. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Szeptember 1-én becsöngetnek, egész tanévben jelenléti oktatásra készülnek az iskolák. Teher lett a vállalat működtetése, átadja a víziközmű vagyonát Szekszárd az államnak. 100 éves asszonyt köszöntöttek a Tolnai megyeszékhelyen. Isgun Mária szinte bármit megvar, még most is. Idén is megrendezik Kalocsán a Paprika Fesztivált. Gazdag kulturális és gasztronómiai kínálat várja az ide látogatókat. A meteorológiai ősz első napja lehűlést és jellemzően borongós időt hoz. Sokfelé esős idővel indul a tanév első reggele. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután maximum 20 fok valószínű. Többnyire élénk északi-északkeleti szél fúj.
Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!